Szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatóságot és nézőközönséget, kedves barátainkat, akkor beszélgessünk most húsvét előtt húsvétról. Erről mostanában, mint általában a nagyobb ünnepeink előtt, általában két menetben szoktak megemlékezni. Az egyik az kifejezetten vallási jellegű előadás sorozat, de ennek is két arca van. Tehát van olyan, amelyik itt kifejezetten vallás történeti. Itt alapkérdések így szoktak felhangolni, noha nátok, ki is volt ez a Jézus, és akkor jön a nagy vita, tulajdonképpen állvita, de az, hogy hát akkor most zsidó volt, vagy nem volt zsidó. Hát mondom, csak ebben mi most nem fogunk így belemenni, majd érinteni kell persze ezt a kérdést. A másik, ugyanezen a vallástörténeti vonalon, az kegyességi alapon megy, tehát nem a történetiséget helyezi előtérbe. Ebben hallani időnként, és hát személyenként, mert ez nagyon személyválogatós, tehát nem mindegy, hogy ki mondja, milyen élettapasztalatok birtokában, hogy tudja magát kifejezni, egyáltalán milyen célok vezérlik, vagy milyen érdekek mozgatják. De ez ugye érdemes időnként végighallgatni, mert megmozgathatják az embert. Ezek húsvét közelében is úgy föl szoktak szaporodni. Én már hallottam egyet, nagyon méltó volt, ha az ember végighallgassa. Na most van viszont egy másik, tehát nem vallási jellegű, vagy nem közvetlenül ilyen jellegű, az pedig általában népszokásokat szokta fölhozni. Hát ilyet is hallottam most, hát ezeket szakember mondja. Akkor kicsit izgalmasabbak, ha olyan valaki mondja, akit tényleg át is éltem, esetleg éppen most is előadásain szerepel, irányítja, vagy éppen részt vesz benne. Ilyen akár karácsonyi szertartásoknál is, de húsvéti szertartásoknál is szerepelhet. Ezek azért érdekesek, mert néha olyan dolgokba világítanak bele, aminek nem is gondolkozott el az ember. Tehát amit mondjuk vallás történeti vonalon sem, meg kegyességi vonalon sem juthatunk birtokába, olyan ismeretekhez is elvezérelhet. Most én egyik vonalon sem szeretnék menni, ezek mennek a maguk menetében, helyükön vannak. Nem hiszem, hogy igényelnék az én közreműködésemet. A keret, amiben most továbbiakban foglalkozni szeretnék a témával, a húsvét témával, természetesen a nagy hét. Tehát ez azt jelenti, hogy virágvasárnapján indul, és hát itt majd látjuk, hogy többféle csoportosításban lehet itt az eseményeket tárgyalni. Én számomra ez a feltámadással végződik. Ez egy külön kérdés, hogy ez nem mindenki számára. De hát ezekben most belemegyünk részleteiben. Tehát a következő van, hát természetesen kellett írnom egy vázlatot, mert hát itt aztán nagyon szétágazhatnak a gondolatok, hogy azért maradjunk egy bizonyos mederben. Most itt tulajdonképpen két mozzanatot emelnék ki, hogy most már a kettes számnál maradjunk. Az egyik az a kezdete, tehát itt virágvasárnap, amit már elhagytunk most, amikor ezeket fogalmazom. Túl vagyunk rajta, a másik a vége, a legvége, és ez megint egy ilyen kicsit ilyen kétarcú valami, mert ezt be lehet fejezni nagypénteken is, majd látjuk, hogy milyen megfontolásokból vannak, akik nagyon is befejezik ott, és hát az igazi befejezése, ez én megítélésem szerint, pontosan megítélés, hát megélésem szerint, az viszont feltámadás. Na most, tehát ez lenne a nagy hétnek a kerete, amiben tárgyaljuk a dolgokat. Na most mi lehet a kezdettel kapcsolatban egyáltalán, amit itt érdemes megbeszélni? Hát van, amit. Hát tudjuk, hogy mit jelent a virágvasárnap, már csak azért is, mert folyamatosan most ez jön a médiák különböző csatornáin, hogy most akkor Rómában mi történik, van-e szentbeszéd, van-e zarándoklás, ha igen, akkor milyen mértékben, merre felé, és így tovább. Valójában itt az alapkérdés az, hogy tulajdonképpen mi történt ekkor, tehát mit ünnepelünk meg virágvasárnapján.
Hát ez Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Na most ezzel kapcsolatban az a két kérdés, amit nem szoktak föltenni. Tulajdonképpen az az ember benyomása, hogy nem szeretik föltenni. Majd esetleg meg is értjük ezt, bár nem helyeslem, de azért megértem, hogy nem szeretik föltenni. Az első az, hogy kik várták egyáltalán. A másik pedig, hogy kit vártak. Mert nem egyértelmű. Tehát az első az, hogy pontosabban az elsőre nem is annyira ezt tenném föl kérdést, mert az már ez a kit vártakhoz hozzátartozik, hanem van még az, amit még hamarabb tennék föl, az pedig az, hogy tulajdonképpen kivonult be. Kivonult be Jeruzsálembe. Mert ehhez kapcsolódik utána a második már és a harmadik. Ilyen módon különös súlyt kapó kérdés, hogy tulajdonképpen az vonult be, akit vártak? Erre teljesen egyértelmű választ lehet adni. Csak nem szeretik. Ugyanis nem az vonult be. És itt gondok vannak, mert tulajdonképpen ez fölnyitott egy zsilipet, ez a virágvasárnapi bevonulás esemény. Ugyanis itt első menetben, hát nyilvánvalóan Dávid városában, mert ugye az akkori zsidóság, azt hiszem a mai is, ezzel nem vagyok teljesen tisztában, de azt hiszem, hogy ma is és hivatalosan, és ez Dávid városának tekintik. Tehát Dávid alapította, az nem sok embert érdekel, azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez már volt előtte is, tehát ezt nem kellett akkor alapítani. És a maga név is egy kicsit azért mélyebbre utal, mint Dávid kora és Dávid személye. De ezt most ne tárgyaljuk, mert ez egy külön téma. Hanem az, hogy ők ebbe a városba, amelyet Dávid városának tartottak, most egyelőre maradjunk a múlt időnél, abba várták Dávid fiát. Tehát ez egy teljesen előírásszerű esemény volt, és úgy várták, ahogy azt illett. Tehát a legteljesebb reverenciával, tehát a legteljesebb megtiszteltetéssel fogadták Dávid fiát, mint olyant várták, tudnék. És egészen odáig, amíg ő be is érkezett, ott kicsit lehetett csodálkozni azon, hogy mondjuk Szamárháton érkezett, de hát vannak dolgok, amiket az ember úgy vesz, ahogy történik, és nem kellene állandóan mérlegelni, de minden esetre a köpenyeiket, ahogy ez le van írva a Új Szövetségnek a megfelelő részeiben, tehát az evangéliumokban, hát a saját köpenyeiket terítették le a föl, de a köpeny akkoriban nagyon drága jószág volt, tehát nem akárki elé, és különösen úgy, hogy akkor a Szamár meg rá fog lépni. Nem a saját lábain érkezett be Dávid fia, hát akinek várták, és minden esetre a diadal jelvények, tehát amikkel a levegőben hát lobogtattak, hát azok meg olajfák ágai voltak, tehát tényleg ennél egyértelműbben jelenni, hogy király érkezett, a mi királyunk érkezett, nem lehetett. Ráadásul ennek a királynak nagyon pontos definíciója volt az ószövetségi, tehát a zsidó hagyományban. Ez azt jelentette, hogy nevét is egyértelműen meghatározták, ha ez valóban Dávid fiaként, valóban a saját székvárosába érkezik, ez nem lehet más, mint a messiás. És a, tehát nincs sok messiás, nincs ez is, meg az is, meg amaz is, ilyen király is, olyan király is, amaz király is, ez lehet csak és csak messiás. Na most a messiás egy nagyon szigorúan definiált fogalom, tehát ezzel nem lehet játszani. Ez egyetlen népet, a választott népet, tehát a messiás fogalom nem választható el a választott nép fogalomtól. Ezeket azért kell itt megbeszélnünk, mert sajnos elképesztő a zavar, ami ezen a téren folyik. Semmelyik zavar nem magától állt elő, ezt tisztán kell látni. Ezeket zavarják. Milyen érdekek mentén, ezt nem ma fogjuk megtárgyalni, ez nem húsvéti téma. De tapasztalhatják, ha egyáltalán nyitva tartják a szemüket.
Na most azt jelenti tehát, hogy nagyon jól körülhatárolt esemény volt az, amit vártak. Ezt kapták. Tessék megkérdezni egy akármilyen beosztású, mondjuk vallását gyakorló zsidót. Nem kell feltétlenül a rabbit, hát a rabbi ezt kapásból vágja. A szó során, tehát sem képzelik, hogy Jézust egy pillanatra is elismerjük messiást. Ugyan már. Tehát nyilvánvalóan ők messiást vártak, és nem azt kapták. Tehát innen egy hatalmas csalódás, és ebből aztán fakadnak a továbbiak, hogy amikor a maradék, a nagy hét maradék napjain, ugye most már valahogy kezelni kell ezt a valakit, aki ígérete szerint messiásként vonult be, így is fogadtuk, aztán egyszer csak kiderült, hogy semmi, hát a szombatnapot nem tartja, alapvető dolgokat nem tart meg, törvényt semmibe veszi, és hát kijelentéseket tesz, amikkel hát engedelmet, de nem tudunk egyetérteni. Pontosan engedelmet nem kérnek, nem tudunk egyetérteni. Na most hát itt kezdődnek a gondok. Tehát akkor nézzük a második kérdést. Kit vártak? Messiást? Azt kapták? Nem azt kapták. Ennyire. És akkor ezzel én tulajdonképpen a második kérdésre is válaszoltam. Hogy válaszoltam, végül is kivonult be. Na most, itt mi erre teljesen egyértelmű választ tudunk adni, csak nem szokták végig gondolni, hogy ami választ most adunk, most mondjuk én, az nem lesz egyeztethető a messiás képzettel. És ezt nem szeretik. Miért nem szeretik, nem tudom, teljesen egyértelmű. Aki bevonult, az az egyetemes megváltó. Utána már, ha nem is ezen a néven, de bizony elkezdték már így kezelni, tehát ez a nem a mi emberünk, és ennek megfelelően először csak megpróbálták különböző, hát hogy mondjam, ilyen nagyon veszélyes kérdésekkel, amire ha ő nem megfelelő módon válaszol, akkor akár halálra is adhatják, mint ahogy ez az egyik oka is volt annak, hogy őt végül is a Sanhedrin elé idézték, és hát voltak éppen az elítélése a zsidó részéről, pont ezek miatt a nem a törvénynek megfelelő, sőt azt sértő, sőt Isten ellenesnek is minősíthető kijelentése, illetve magatartása miatt. Hát ítélték halálra. Na most a kérdésük következik, mit értünk mi azon, hogy egyetemes megváltó? Tehát egyáltalán miért nem egyeztethető a messiás fogalommal? Nem azért, mert mi nem akarjuk, dehogy ne, nagyon akarnánk, de nem lehet. Miért? Azért, mert az egyetemesség nem egyeztethető semmi módon, semmilyen rabulisztikával, tehát mellébeszéléssel, hazudozással és így tovább, nem egyeztethető az egyetlen népnek többi rovására, hatalomba emelése gesztusában. Márpedig a messiásnak ez a feladat. Tehát egyetemességről szó sincs, de nem is lehet. Itt egyetlen népet, többit, ha éppen nem egy-egy tette, nem a rovására történik, akkor csak kizárásával boldogítja a saját népét. A többi nem érdekes. Tehát szóban se jöhet az egyetemesség kérdése. Már eleve ez akkora elválasztás, hogy itt már ne komolytalan mindenféle összemosási kísérlet. A másik, hogy azért a hatalomba emelés, ami a messiás feladata, az nem azonos a megváltással. A megváltás egy egészen más fogalom, és sokkal egyetemesebb, mint jelentés is egyetemesebb, és semmi értelme nincs, hogy ezt hatalmi kérdéssé szűkítsük le. Nem tudom, hogy ez eddig követhető volt-e, de ha igen, akkor érezzük, hogy itt azért világvasárnap elég komoly gondok adódnak. És ezek a gondok tulajdonképpen egyenes úton vezettek a kereszthalálig, de nem vezettek egyenes úton a feltámadásig. Tehát egyenes úton ezt egy öntudatos, vallásos zsidó is tudja követni, azt mondja. Nem azt adtad, amit vártunk, eltűrted, hogy ünnepeljünk, csalódtunk benned, utána tették kijelentéseket, amik egyeztethetetlenek azzal, amit mi hiszünk, és aminek megfelelően élünk. Ne haragudjál, de illetve haragszol, ha haragszol, de akkor is ennek megvan a következménye. Mi a következménye? Hát bizony, ha tovább szaporítod, és tovább szaporítottad, hát akkor halál. Nincs más. Tehát elvezet az út egészen a Golgotáig, és ott szépen
Hát, ahogy ezt a rómaiak szokták csinálni, most itt nálunk rómaiak a szokások, átadunk nektek, tehát mi, nekünk nem tapad vér a kezünkön. Nem, nem, nem. Nem? Átadunk a hatalomnak. A hatalom pedig, hát majd megpróbál, lehet, hogy kicsit, hát hogy mondjam, úgy feszengeni, hogy azért talán mégse kéne kivégezni, ez Pilátus részéről be is következik. De hát mi majd teszünk róla, hogy Pilátus megijedjen. Hogy teszünk róla? Úgyhogy megfenyegetjük, hogy bevádoljuk a császárnál, hogy nem vagy te a császár barátja. Abban a pillanatban beadja a derekát, és ki fogja végeztetni. Tehát nem mi, ne. Igaz, hogy a templom szolgák fognak majd vigyázni a sírnál, meg ott lesznek az élők a keresztnél is, de nem ez a római kivégzése lesz. Tehát ők a bűnösök, miért? Nem. Na, nem tudom, érthető, ez egy teljesen logikus, végigkövetett gondolatmenet. Mindegyik abból adódik, hogy nem azt adott, amit vártak. De ők mindent beleadtak, hogy méltó legyen a várakozás. Tehát a 700-át, hát játszottak velünk. Nem játszottak velük, ők értették félre a helyzetet. És magyarázzák félre a mai napig. Na, de ennyit most akkor erről. Ha ez eddig követhető volt, akkor viszont nézzük meg, hogy tulajdonképpen alapvetően mi volt a várakozás és a megtörtént esemény között a döntő különbség. Most egy kicsit egyetemesebb, vagy elvibb síkra terelve a kérdést. Nem árt ezeket kicsit így is kezelni. Mert különben óvatatlan belecsúszunk személyeskedésbe, indulatoskodásba, és itt tovább. És itt arra semmi szükség nincs. Éppen nagy hit, semmi szükség. Egyébként sincs. Itt arról van szó, hogy az egyik felfogás egyetemességet, tehát egy teljességet lesz szem elől. Hát ez most engedelmed, de az a mi felfogásunk. Tehát amelyik egyetemes megváltóban gondolkozik, a másik pedig egy részlegesség. Egyetlen nép a többi rovására. Tehát ez, itt nem lehet másképp fogalmazni. Itt egy egyetemesség szempontja néz szembe egy részlegesség, hogy mondjam, túldimenzionált képviseletével. És ezt nem lehet ennél finomabban, én most tényleg nagyon igyekszem, hogy semmi hát érzékenységet ne sértsek, de nem mi sértjük, tehát engedelmet kérek. Ez valóban olyan, ha nem látok tisztán, semmit nem tudok a továbbiakban tisztán látni. Az egész nagy hétnek a kérdése kezdett a végéig, ezen alapon ezt észreveszem, vagy nem veszem észre. Nem veszem észre, azt adnak be nekem, amit akarnak. És akarnak. Hát azért ezt sajnos tapasztalni. Akarnak. Na, akkor most nézzük tovább. Azt mondja, hogy ha a részlegesség, most tartsuk tiszteletben a másik véleményt is, tehát a részlegesség véleményt is, nézzük meg, ez mire megy vissza, mert láttuk, logikailag nincs benne hiba. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt vagy ott logikailag csúsztatnak, vagy torzítanak, vagy mit tudom, azért, hogy velünk kitoljanak. Nem erről van szó. Amíg az ész diktálhat, teljesen értelemszerű, következik egyik a másikból, logikailag megalapozott gondolkodások az eddigiekben is. Most ha folytatjuk még inkább. Tehát mi ennek az alapja? Tehát adva van egy olyan istenkép, amelyiknek a kiválasztottja nép formájában a zsidóság, tehát Ábrahám utódai, mert ugye Ábrahámnak történik, az Ábrahám felé történik ez a kiválasztás, tehát ő kapja először ezt az örömüzenetet. Aztán az unokájában jellemző, hogy nem a fiában, az unokájában megismétlődik. Na most a nagy kérdés, ki adja ezt az ígéretet? Mert ez nép szempontjából ez a zsidóság, személy szempontjából, aki majd képviseli őket, amikor szenvedéseik majd hát elmúlnak, és akkor a kiválasztottság most már ténylegesen egy hatalmi helyzetben is megnyilvánul, az, mert ez a személyi kiválasztás, ez meg a messiás. Tehát nem tudom, érezhető, a kettő ilyen értelemben sem elválasztható egymástól. A nép maga és a messiás. Na most, de ki az, aki egyáltalán ezt a fogalmat, tehát a választottság fogalmát, és vele, a vele járó, de szervesen vele járó, közvetlenül vele járó messiás fogalmat, ki az, aki ezt megfogalmazta? Na most az az érdekes, hogy idáig szinte, hogy senki sem mer elmenni. Miért nem? Ez megint egy külön kérdés, de nem húsvéti. Minden esetre
lépésről lépésre tudjuk követni a dolgot. Ha ezt én megkérdezem ma egy viszonylag művelt, átlag emberrel, itt nincs ilyen, hogy az illető az zsidó, vagy góly, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, csak egyáltalán kicsit tájékozott. Egy kicsit mondjuk Ószövetség tekintetében tájékozott. Akkor erre mit fele? Ki az, aki elhívja mondjuk akár a népet magát, Ábrahám személyében, vagy utána Jákob személyében, mind a kettőnél ugyanazzal a szöveggel, ugyanaz a személy hívja el, tehát ez meg ténykérdés, tehát ennek utána lehet olvasni a Genezis könyvében, tehát a Mózes első könyvében. Tehát az azt jelenti, hogy az ember nyilvánvalóan megkérdezi, de most ki ez a személy, most már tényleg térjünk a tárgyra, és akkor ő bemutatkozik. Tehát először, ha ezt a bizonyos szemét válogatás nélkül megkérdem, egyből rámondja, hogy Jehova. Nem. Nem. Nem így mutatkozik be. Hát akkor jó, akkor nézzünk kicsit vissza. Azt mondja, hogy amikor a teremtés történetben találkozunk vele, és akkor már itt jön egy csúsztatás, de ezt nem a rabbi csúsztatja, bocsánatot kérek, ezt most az a valaki, aki az utca embere, aki vélekedik itt a dolgokról, hát azt mondja, én tájékozott vagyok, a teremtés ugye két fázisban történik. Az első teremtésben Elohimnak nevezik, ami köztudottan többes szám, tehát a zsidó nyelven, vagy mai az ivrit nyelv, ugye, de ez az óhéber, amin most beszélünk, vagy beszélgetünk, tehát már nem én, hanem amiről tárgyalunk, és abban az Elohim, az ím az többes szám. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem egy Istent nevezünk meg, hanem egy istenséget, vagy hogy mondjam, Isten csoportosulást. Isteni személyeknek, vagy isteni tulajdonságoknak egyfajta együttesét. De nem így mutatkozik be. Tehát nem is így, nem is Jehovaként, nem is Elohimként, és van még egy megnevezés, ez a második teremtés történetben hangzik el. Az meg úgy hangzik, csak annyi, hogy az Úr, ezt így szokták, az Adonáj. Tehát akkor most így mutatkozik, nem így. Tehát már van három nevünk, ami mind a hárman szerepel az istenség, az Ószövetség istensége, szerepel az Ószövetségben, de nem így mutatkozik be. Mindjárt az első mózesi könyvben, tehát a legelején, még annak is az elején, hanem hogy mutatkozik be. Mert aztán később még Mózesnek is mutatkozik be, megint másképpen, sőt, még ott sem egy formán, tehát egyszer a égő csipkebokor esetében, egyszer meg a Sinai hegy tetején. Tehát csak hogy érezzük, hogy nem olyan egyszerű ezekben a kérdésekben tisztán látni. De hát egyszer felúti az ember a kérdést, akkor tisztázzuk a kérdést. Ő úgy mutatkozik be, mondom, kétszer, egyformán, ugyanabban a helyzetben egy nagyapának és az unokájának. Ennyit erről. És hogy mutatkozik be? El Shaddai. Na most a Shaddai név, hát bizony nem ugyanazt jelenti, mint akár az Elohim, akár az Adonai. Ennek megvan egy aránylag jó körvonalazható jelentése, és hát ez teljesen egyértelműen, ez egyetlen törzsi istenség a maga feladatkörével. Hogy ennek milyen feladatköre van, azt én nagyon... De ahogyan 451-ben El Shaddai lehetett becsempészni a kereszténységnek az alaptudnivalói közé, tehát az alapozó dogma rendszere közé, és azt meghatározóan oda beilleszteni, beépíteni. Úgy most viszont, mi történik? A két rétegű emberképet, amiben lehetett várni idáig, kivártuk, hogy most ez hogy fog működni, de eljött az idő, most ezt építjük be a három helyét. Tehát azt jelenti, hogy 869-ben ez a 8. Konstantinápolyi zsinat volt, de 11. Kánonban már innentől kezdve nincs három rétegű emberkép. Nincs külön szellemiség, tehát spiritus, külön lelkiség, az anima, és külön a test, aminek hát ezt a nevet, azt a nevet lehet adni. Corpus mondjuk, latinok, szóma, másik ilyen elnevezése. Tehát a lényeg a következő, innentől kezdve mi már hivatalosan, ha kereszténynek minősítjük magunkat, nem beszélhetünk három rétegű emberképpen. Miért? Mert akkor eretnekek vagyunk.
És itt van a ravasság a dologban, hogy az ember azt várja, hogy amikor a reformáció következik be, ennek most több mint fél évezred. Tehát az azt jelenti, hogy 1517-ben, onnan számítjuk ugye a reformáció, Luthernek ugye fellépésével. Tehát innentől kezdve az első dolga, ha tényleg reformál, és tényleg a kereszténységet reformálja, első dolga, hogy visszatér a három rétegűséget. Visszatér. Nem is érinti a kérdést. Se Luther, se Calvin, se Zwingli, se Bullinger, se ez, se az. Tehát azt jelenti, hogy itt valamit reformáltak, de hogy mit? Hát pont nem azt, amit kellett volna. De pontosan nem azt. Tehát egyik lényeges kérdésben sem, hogy El Shaddai maradjon annak, ami törzsistenségnek, akkor érthető a választottság, de a megfelelő súllyal. Tehát szó sincs semmiféle egyetemességről. Abban a súlyban, abban a súlycsoportban tényleg meghatározó, kiválóan működik. Tehát csak hogy érthető legyen, de ugyanakkor ebben sem okozott semmiféle változást, tehát nincs reformálva az eredeti istenkép, tehát ami tényleg egyetemes, és ami nem egyetlen embercsoportot választ ki. Azzal, hogy őt különlegesen támogatja. Tehát nem tudom, hogy követhető, de ugyanakkor semmit nem mondott a reformáció arról sem, hogy mi lesz akkor ezzel a három réteg ember. Mi lesz a lelkünkkel? Na, hát már most hadd érezzem már ki a kérdést. Mi lesz a lelkünkkel? Tudjuk, ha a lelket kimondjuk, abban a pillanatban érvénybe lép a két rétegűség, vele együtt megjelenik El Shaddai, az ő összes egyetlen törzsre, hogy mondjam, alkalmazott és kizárólagossággal alkalmazott, ezt nem győzöm hangsúlyozni, kizárólagossággal alkalmazott törvényeivel. És most itt tartunk. Na most ez azt jelenti tehát, hogy ebben a felfogásban, tehát ebben az eszmei vonulatban a feltámadásig soha nem juthatunk el. Egy két réteg emberképben nem tudom értelmezni, nem elismerni, egyáltalán értelmezni nem tudom a feltámadást. Tudományos elitünk világban mindenütt el tudja ismerni? De hogy tudja elismerni? Esetleg, ha tudja, hogy jó pontot szerez vele, akkor vasárnap elmegy a templomba, és megtapsolja a feltámadást. De semmit a saját vonalán ebből nem ismerhet el. Ehhez a léleknek az önvalóságát, tehát azt, hogy önállóan, nem függvényeként, se a testiségnek, se a szellemiségnek, önállóan működő minőség, de nem ismeri el. Egyetlen lélekre nincs szüksége. Már eleve így fogalmazza meg. Nincs szüksége. Miért? Azért, mert van egy tételem, és azt bizonyítom, ennyi. Mi szükség itt a lélekre? Felejtsük el, hagyjanak engem békén ez a hülye lélek fogalom, amit mit akarnak vele. Na de ugyanezt mondja a kereskedő. Mit akarnak nekem itt a lélekkel? Hát én nekem van egy érdekem, képviselem is, de ugyanezt mondja a politikus. Ugye valamelyik angol, vagy Disraeli volt, vagy Palmerston volt, talán Palmerston volt, hát ezek angol miniszterelnökök voltak. És az egyik fogalmazta meg, talán Palmerston, de erre nem esküszöm. A lényeg az, hogy kettőjük közt valamelyik. Azt mondja, hogy tessék tudomásul venni, Angliának nem barátai vannak, hanem érdekei vannak. Barátság lélekhez tartozó fogalom. Ott meggondolom, hogy akit én szeretek, aki bizonyította, hogy szeretetre méltó, azt én segítem akkor is, mikor a hétköznapi érdekem ezt mondjuk nem diktálja. Szó se lehet. Na, tehát ezt nem Palmerston találta föl. Machiavelli már tökéletesen kidolgozta. Tehát 1400-as évek második fele vége, ez a Machiavelli kora, és innen származik a ő még belegyúlt, ugye Machiavelli a 1500-as évek elejébe, de ez még már a 1400-as évek legvégén megfogalmazott. Hogy tudnék, nincs, csak az érdek, semmi egyéb. Azt vett figyelembe, mai napi politikát minden táján a világnak ez irányítja. Ez egy két rétegű embernek látszó, de tulajdonképpen biorobot. Annak a működési szisztémája. Irányítási, illetve ha ő le tudja bontani idáig a három rétegű emberképet, az alattvalóiban is, hát akkor ez a működés, az egésznek a működési szisztéma. És most nagy lépésekkel tartunk, már az utolsó lépésekkel tartunk, hogy ez ténylegesen a világban bekövetkezik.
Na most mi ma így ünnepeljük húsvétot. Na, akkor most lépjünk egyet tovább. Ha ez eddig követhető volt, senki ne keseredjen el, mert ez nem a mi útunk. Ez annak az útja, ami El Shaddai-jal indult. És a szükségképpen elvezet, csak azt firtatva a Golgota keresztje egész történetében, hogy az jogos volt-e, vagy nem, a saját törvény szerint egyértelműen jogos volt, tehát a halálra ítélés, és hogy ki a bűnös azért, ha mégis felmerülne, hogy hát hogy nem kellett volna azért, akkor meg a római legyen a bűnös. Tehát ez az egyetlen kérdés, amit meg kell oldani, és ezt húsvétről húsvétre be kell rögzíteni. Tehát magyarul megérdemelte a halálát, nincs feltámadás, és ha mégiscsak bűnnek lehetne esetleg mondani, ne talántán, akkor is a római a bűnös. Ennyit erről. Na most idézhetnék akár egy hét, elmúlt hétnek a ilyen, az tévéadás volt, nem én emlékszem rá, hanem beszámoló volt, amit egyenesbe kaptam, és megbízható embertől, hogy hát ez, amit én most elmondtam, ez gyakorlatilag elhangzott előadásban, és tiszta arcú emberek hallgatták, és megtapsolták. Tehát azt jelenti, hogy igen, jogos volt a halála, igen, is tessék tudomásul lenni, másrészt ő pedig a bűnös ebben a tekintetben a római, és aki mégis azt mondja, hogy a zsidó a bűnös, az antiszemita. Így, ahogy most mondtam, el is hangzott. Meg is tapsolták. Tehát érthető, hogy most azt hiszik, hogy én haragszom az illetőt, de ahogy haragszom. Hát ő a saját logikája szerint, ő addig hülyít bennünket, amíg engedjük. Hát nem ő a bűnös. Hát ne hülyéskedjünk már. Hát mi vagyunk a bűnösök, persze, hogy az. Miért vagyunk ilyen hülyék? Miért tapsoljuk meg? Ki kérte, hogy megtapsoljuk? Hát nem vesszük észre, hogy ámít, és egy bizonyos érdek mentén ámít. Nem tudjuk fölismerni. Hát mi hiányzik hozzá? Hírek már mind elérhető. Ott vannak az interneten, ott vannak könyvekben, már megírták tényleg olyan valakik, akire érdemes figyelni. De most mi a gondom? Minden egyes pofon, amit kapunk, sajnos azt kell mondjam, mind megérdemelt pofon. Ma már nem lehet mentegetődni. Ja, ha te helyette elmentél diszkóba, kérlek szépen. Kérlek. Úgy fogsz járni. De aztán nehogy nekem a zsidó szígyad utána. Pardon. Tehát csak ennyi. Na, menjünk is tovább. Azt mondja, hogy ezeket megbeszéltük. Na most valamit még, mert utána már a végjátékhoz megyünk. Tehát a virágvasárnapon az előkészítést beszéltük meg, és utána már a második, említettem, hogy két témaegységet fogunk. Az már a feltámadás körüli, tehát a halál feltámadás. Na most mi a nagyon nehéz, most elválunk, ugye a választók nép tagjaitól, és azt mondjuk, hogy megértettük, nem méltányoljuk, de megértjük. Tehát nem szidjuk, nem gúnyoljuk, tehát nem méltányoljuk, nem tesszük magunkével, de elismerjük, logikailag támadhatatlan. És ez szerint éltek, tehát tulajdonképpen dicséretre méltó, amit napokban, a napjainkban tesztek. Na, akkor nézzük tovább. Tehát mi az, amit rettentő nehéz megérteni? Tehát mitől olyan nehéz mondjuk nekik egy lépéssel tovább menni? Hát itt tulajdonképpen, mint láttuk, de az első ráindulásunkkor itt Jézus személyével vannak mondók. Ugyanis amit ő benne nem hajlandók, de talán fogalmazunk finomabban, nem kell itt finomkodni, csak egyáltalán ne, még véletlenül se tűnjék sértőnek. Tulajdonképpen itt egy hármas fogalomcsoportot ebben a gondolkodási rendszerben, amit itt most El Shaddai-tól indítottunk, és mi is messiásig tartott, és eltartott a jogos halálra ítéletig, és a felelősségnek meg a rómaira való áthárításáig. Tehát idáig jutottunk el. Mi az, ami nem érthető ebben a fogalomrendszerben? Az, amit mi a Szent Háromságról, de úgy, hogy kiegészítve a szűzanyasággal. Aki nem szerepel a Szent Háromságban, és minden ilyen tolakodó, benyomuló tendencia, hogy tudnék, de akkor nem Szent Háromságról van szó, hanem egy atya-anya-fiúról. Jó, hát te eddig jutsz el, akkor eddig jutsz el, ennyit erről.
akkor neked nincs Szentlélek. Hát nem tudod, mit veszítesz. De minden esetre, hát ha neked helyettesíthető egy szűzanyasággal, akkor tessék. Minden esetre a szűzanyaságban sem könnyű mindent megérteni. Tehát gyakorlatilag ugyanaz a nehézség merül föl az atya megítélésében, a fiú megítélésében és a szűzanyaság megítélésében. És itt azzal a mentalitással, ami a jelsárdájtól készítésig tart, ez nem lehet megbírkódni. De egyszerűen lehetetlen. Nem azért, mert buta, nem azért, mert gonosz, és egyáltalán nem buta, egyáltalán nem gonosz, hanem azért, mert nem fér bele. Ez pedig micsoda. Ez az atya esetében a következő. Hogy lehet az, mondom én, ha csak a szellemiség vezet, hogy lehet az, hogy valaki egyetemes, és ugyanakkor személyes? Márpedig ti, azaz keresztények, azaz mi, azt állítjátok, hogy egyetemes, ugyanakkor meg imádkoztok hozzá, mint személy a személyhez. Hát akkor hogy képzelitek? Tehát ez nyilvánvaló ellentmondás, hogy nem jöttök rá, ennyire buták vagytok. Jó legyen ez a te fogalomrendszered, de ez tényleg butaság. Tényleg. Teljesen igazad van. Második, mit csináltok a fiúval? Hát ti, keresztények, ti azt állítjátok, hogy egyszerre Isten is, meg ember is. Na hát aztán ne hülyéskedjetek, na hogy képzelitek azt? Hát most vagy röhög a kereszten, hogy milyen hülyék vagytok ott lenn, mert azt hiszitek, hogy szenvedek, pedig én, mint Isten, hát hogy szenvedhetnék? Vagy pedig azt mondjátok, hogy ember, hát és akkor meg, hát meghalt, és akkor hogy képzeljétek, hogy ez föl fog támadni? Hát nem veszitek észre, hogy itt ebben a rendszerben, amiben gondolkozunk értelmi vezéreltséggel a világban, nincs ilyen, hogy feltámadás. Meghalt, meghalt. Tehát itt ezek nem olyan dolgok, amikkel elkezdhetünk vitatkozni. Ti meg ilyen hülyék vagytok, hogy egyszerre úgy gondoljátok, hogy ő lehet Isten is, meg ember is. Na és lássuk a szűzanyasságot, hát ez meg megint olyan, hát ezt hétköznapi életből tudhatja, de most vagy szűz, vagy anya, hát ilyen nincs, hogy egyszer, akkor min a fülén szül, vagy hogy? Hát akkor ha már szül, akkor már nyilvánvaló, hogy ott áttörőny egy olyan kártyát, ami demonstrálja, hogy hát ő mégiscsak szűz. Szóval hogy képzelitek? Nem tudom, érted? Persze, mert ezt abban a rendszerben megint csak nem lehet elképzelni. Tehát nem értelmezhető. Ennyi nem értelmezhető. Na most, ezt csak azért kell ennyire részletezni, mert már réges-rég érthetik, hogy miről van itt szó. Mert ha három nem értést összeadjuk, akkor érkezünk el a Szentlélekig. A Szentlélek, amiben meg se tudod fogalmazni. Holott pedig az egészben ő a legfontosabb. Tehát képviselheti őt már a született világ szintjén, tényleg a szűzanyaság, de helyettesíteni nem helyettesíteni. Tehát itt vigyázzunk azért, itt megint arról van szó, hogy mit loptok ki a lelket. És most már a legmagasabb szinten is kilopjátok. Helyette benyomjátok a szűzanyaságot, ami rendkívül fontos tétel, de nem a Szent Háromság egyik tétele. És itt megint egy olyan kulcskérdésre van szó, hogyha ezt nem értem meg, mit kezdek a feltámadással? Feltámadás az a fiú, azt végrehajtja. Az atya elrendeli, megengedi, honnan tudjuk, azért, mert a Gecsemáné kertben az utolsó estén, tehát nagy csütörtök estén, ott bizony fölmerül a kérdés, hogy hát, ha lehetséges, múljék el tőlem-e pohár, tehát a szenvedéseknek ez a pohár. Tehát, ha lehetséges, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát végül is onnan adódik az elrendelés, a program, hogy most nagyon modern kifejezéssel éljek, fiú pedig végrehajtja, de ez egyetlen személy, tehát egyetlen isteni személy. De ha ott nincs a Szentlélek, a feltámadás, ne, ez csak a keresztig vezet el. Tehát megfogalmazódott, ugye az fönt, itt végrehajtódik, és mi lesz a feltámadás? Ha itt a lélek nem lép kezdettől fogva egyenrangúan, de meghatározóan a munkába, nem lesz feltámadás. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megmarad, még ha a kettőnél marad csak meg, vagy egy harmadik, de nem lélek típusú személye kiegészíti, soha nem lesz feltámadás. Nem tudná soha, nem tud tovább jutni. Azt mondja, hogy ez tényleg egy kemény dolog, tényleg elvezetett odáig, hogy
Szóval megmutatta, hogy ez egy ilyen kor, ahol az áldozatot meg kell hozni, mert különben hát nem tud az ember segíteni a maradék emberiségen. Jó, és akkor mi van? Tehát a feltámadás, ezt egyébként Pál apostol nagyon egyértelműen megfogalmazva. Mindjárt, most nem tudom egyből idézni, hogy melyik level, mert neki ugye több levele van. Még egy gyülekezethez is írt több levelet, kettőt legalábbis. Szóval a lényeg az, hogy megfogal teljesen tisztán, ha Jézus, nem is, ha Krisztus fel nem támad, mit érne a mi hitünk? Tehát a kérdés nem a Golgota keresztjén, hanem a feltámadásnál dől el. És nem a születés pillanatában, hanem a feltámadás pillanatában. Nem véletlen, hogy az évkört a maga tulajdonság rendszerével nem karácsonytól számoljuk, hanem a tavaszi feltámadásra, tehát tavasz napi egyenlőséggel, amikor egy pillanatra a hosszú-hosszú sötétség után egy egyensúlyba kerül a fény és a sötétség. Na, ez a tavaszi napi egyenség. Mai napig húsvétot ehhez számítjuk. Tehát a két nagy világítónak együtt kell kiteljesedni, a nappali fénynek, tehát ez akkor a vasárnapi nap, és utána a hétfői napon a holdnak is. És a nap és a hold, a nap a napi egyenlőséggel, a hold pedig holdtöltével egyértelműen képviselni kell. Hogy innentől a fény fog növekedni, és ezt a maga éjszakai fele is a maga teljességével segíti, tehát vele dolgozik, vele hát működik együtt a feltámadásban. Tehát ezért az két napos az ünnep, de a gyökere, ezt így is fejezik ki mai napig is, a gyökere az a napi egyenlőség pillanata. Na most, ha tovább akarunk menni, most nagyon kell néznem, mert telik az idő. Én remélem, hogy semmi lesleges eddig nem hangzott el. Igen, igen, tulajdonképpen annyit talán még összefoglalás, hogy ez egy a három összetevő emberképben kulcsfontosságú, tehát alapvető tétel a lelkiség, nem lehet kiszűrni vele. Ugyanis magában a működés rendjében a három rétegű világképnek, aminek kicsi, tehát mikrokozmosz, mikrokozmikus teljesség az ember, ebben kulcsfontosságú mozzanat a feltámadás. Miért? Azért, mert ilyen jellegű az élet. Minden itt a világban. Tehát ahol egy megfelelő vizsgálhatósági szint, és nagyon lényeges, ahol egyáltalán vizsgálni tudom, nem azt jelenti, hogy mindent tudok, hanem ameddig elterjed a vizsgálhatóság szintje az ember számára, addig mindenütt színuszgörbe szerint alakul az élet. Tehát nem úgy van, hogy egyetlen vonalszerűen, hanem úgy, hogy vannak kiemelkedve, ezt nevezik keleten Brahma kilégzése, illetve belégzése folyamatainak. Tehát azt jelenti, hogy egy energia elkezd színre lépni, megvalósulni, kifejtődni, utána visszahúzódni, meditálni, belülre, befelé érlelődni, és így tovább. Ahhoz, hogy legyen megint ereje kijönni, és mindig egy kicsit jobb formában, kicsit magasabb rendű formában. Na most ez, hogyha én ebből egy kicsit is meg tudok érteni, illetve el tudok fogadni dolgokat, hát akkor rögtön látod, kulcskérdés a feltámadás. Mert látszólag ez halálállapot, amikor én befelé vonulok. Itt már senki nem lát, mindenki azt hiszi, hogy én meghaltam. Holott befelé érlelődök azért, hogy a következő menetben egy gazdagított, belülről meggazdagodott. Hát formában tudjak, és működésrendben tudjak kilépni. Tehát az meg a feltámadás. Tehát ebben de az csak lélekből történik, mert hova vonulok vissza? Hát nekem csak szellemiségem van testem, hát akkor lemehetek, mit tudom, én majd székletformában távozhatok. Tehát ez a megújulás teljesen elképzelhetetlen. Hogyha én csak két komponensre, két összetevőre szűkítem le az ember képemet, de hát és ezt vetítem rá a kozmoszra. Mert ma ezt vetítik rá a kozmoszra. Hát ettől van az, hogy az ember néptenyomon látja, de hát ez egy hamis kozmoszkép. Hát pont a lényege hiányzik. Mi felel meg benne a léleknek? Semmi. Semmi. Hát akkor ez nem a kozmosz. Hát akkor ez egy káosznak egy bizonyos egyoldalúan, hát
kozmosznak minősített képe. Na ennyit akkor erről, és akkor a tanulságot itt most hadd olvassam föl. Ebben a vonatkozásban a tanulság tehát, ha nem a feltámadásból kiindulva közelítem meg a passió lényegét, semmit sem fogok megérteni belőle. Na, akkor ennyi. Tehát, innentől kezdve elkezdünk egy másik szinten. Megint csak húsvéttal, megint csak a nagy hétemben. De hogy érezzük, ennyit mindenképpen tisztában kellett látnunk, vagy tisztáznunk kellett magunkban, hogy ezt most elfogadják-e, kedves hallgatók, nézők, ez már a személyes kérdésük. Ebben én nem akarok beleszólni, soha nem kértem, hogy fogadják el, amit mondok. De próbálják végigmondani, higgyék el, nem lesz kárukra. Eddig van, amit én kérhetek, azt kérem is. De többit semmit nem kell elfogadni. Érdeljék meg, amit tudnak, fogadják el, amit nem, nem. Na, most viszont lépünk tovább. Tehát miért? Azért, mert az elején említettem ugyan, de nem ebben a irányban mentünk tovább. Ugye a két V, az első és az utolsó mozzanatánon fogtuk meg a nagy hetet. Most még megnézzük, hogy egyáltalán milyen keretekben lehet ezt tárgyalni, mert nem ez az egyetlen keret. Tehát összesen három keretben tudjuk. A többit azt ebből le lehet vonni, ha nagyon akarja valaki, de három azt mindenképp, és mind a három egyszerre működésben van most is, ma is, vagy ezen a héten is. Az első az maga a nagy hét. Ezt most én nem részletezem tovább, mert ezzel eddig együtt fogunk. Tehát eddig ezzel foglalkoztunk együtt. Azt mondja, hogy... Tehát ez nagy kérdés egyébként, de ezt is megtárgyaltuk már, hogy ez most virágvasár, nyilvánvalóan a virágvasárnapján indul, de azt most már ugye értjük, hogy nem mindenkinek tart ez feltámadási. Mert eltarthat ez csak Golgotáig, tehát csak nagypéntekig. És akkor sem mondhatom rá, hogy hát hogy mondjam, egy bűnös valami, vagy elítélendő valami, nem. Ez az ő felfogása szerint, ez a hiteles nagyheti tájékozódás. Ennek ez a kerete. Legyen neked a te hited szerint. A következő, az a, mi ezt magyarul úgy mondjuk, a szenvedés történet. De nem így szoktuk emlegetni, hanem passió címen szoktuk emlegetni. Tehát például a film, ez nagyon meggondolkoztató és nagyon alaposan, hát végig vitt logikusan és jól is, tehát szépen is végigvitt film. Ez a passió címen ment. Tehát aki kérdésben a film alapján tájékozódott, azért nagyon sok mindent hitelesen kapott, mert azért nagy mértékben hiteles volt annak a tárgyalás módja. Én többször is megnéztem, és szóval volt ott nagyon is minden gondolkodó. Na, a következő, ez hol indul? Tehát ez elindul a lábmosással. Nem tudom, hogy értesültek-e róla, hát itt tévében, rádióban mindent elhangzott, pápa lábmosása, egy indító szertartás. Na most, ez valóban új szövetségi tétel, tehát az evangéliumok tárgyalják, tényleg itt indul, tehát ez még előtte van az utolsó vacsorának, tehát joggal innen indul a szenvedés történet. Na most megint nagy kérdés, hogy meddig vezetik el? Mert ha szó szerint vesszük a szenvedés történetet, mint szenvedés, akkor ez a sírba tételig elvezethet, de konkrétan, tehát emberi vonatkozásban csak a kereszten történt, és kiadta lelkét fejezetig. Tehát ez azt jelenti, hogy ez megint egy kicsit ilyen kétesélyes befejezésű, de mindenképpen jóval korábban indul, mint a következő, a harmadik, és az pedig micsoda? Ez a keresztútjárás. Na most a keresztútjárást azt rendszeresen keverik, nem a egyházi vonalról, tehát nem a dogmatikai vonalról, vagy a liturgikai vonalról, ez inkább oda tartozik, hanem a köznapi nyelvben. Tehát a keresztútjárás egész máshol kezdődik. A keresztútjárás teljesen egyértelműen egy előre haladott állapotában
kapcsolódik a passióhoz, akkor, amikor már megkorbácsolták Jézust, már túl van a tárgyalásokon, az elítéléseken, amikor már arról van szó, hogy meg tudja őt menteni Pilátus, vagy nem tudja. És akkor állítja elő, mondom, egy súlyosan már vérző és szenvedő, már kereszt, vagy tövés koronázott, és hát majdnem halálra korbácsol. Tényleg, ezt nagyon pontosan mutatta a passió film, hogy már utolsó pillanatban szól be a római százados, hogy hát te ne hülyéskedj, nem arról volt, hogy halálra veritek. Na de hát ennek az a végjátéka. Tehát az a korbácsolás és azok a korbácsok, amikkel őt verték, hát azok bizony hát illik belehalni. Ez a minimális követelmény. És már ott tartott tényleg, hogy most képzeljük el, hogy így össze-vissza verve, amikor minden része tulajdonképpen már sebes, hát még akkor utána mondjuk elesni a Golgotára, tehát a Koponyák hegyére vezető úton. Hát azért, mit mondjak, tehát az emberi minősége ennek az emberi Istennek, hát annak, mint embernek azért fölülírhatatlanul kemények voltak a szenvedései. Tehát ilyen kínzásokkal még esetleg a gestápos se nagyon tudott jeleskedni, vagy akár a KGB, vagy bármi más, amelyek úgy szerettek kínálni az embereket. Meg hát ma is van ilyen. Vagy mondjuk a Mossad, hogy másról benne beszéljünk, vagy a Securitate, ugye közelebbi példát is ad említsük. Mert azért ezek szerették kínálni az embert. Meg hát talán szeretik is. Na most tehát az keresztútjárás. Ennek pedig az a nagy, ez a bizonyos exce homo jelenet. Tehát amikor bemutatja Pilátus a már súlyosan sebesült, valóban a szenvedő embert megjelenítő Jézust, és hát azt mondja, hogy íme az ember, tehát most döntsetek, látva, hogy milyen szenvedéseket kapott már, megelégszetek ennyivel? Hát nem elégedtek meg. Ma se elégednek meg egyébként. Tehát visszavetítve ezeket a megítéléseket Jézus Krisztus iránt, ma sem. Azt mondja, nem, ez halálbűn volt. Tehát Jehova elleni bűn, tehát ez azt jelenti, hogy halál. Tehát végül is tudjuk, hogy már Pilátus fölmentette volna, ő maga is látta, hogy ártatlan, tehát amivel bűnnel vágyják, az meg nem ok halálra. Tehát a római törvény szerint ez semmiféle halálbüntetés nem érdemelt volna. Semmilyen ürügyön. A felesége meg álmodott vele. És még utolsó pillanatban még szólt is a férjének, hogy hát ne ítél már, hát ez egy ártatlan ember. Na most ezek mind az evangéliumi, hogy mondjam, tudósítások. Tehát ez még benne van a kánonban. Tehát elfogadott keresztény szentiratokban. És ez azt jelenti, hogy innen tulajdonképp csak fenyegetéssel lehetett részt. Az egyszer homonál még egy pillanatra fölmerült annak a lehetősége, hogy hát itt most teljesen nem lehet másképp fogalmazni, a zsidóság kezében volt Jézus. Tehát azt mondja, ha ők úgy döntenek ott, hogy Barabás egyébként szó szerint azt jelenti, az az apa fia. A Barabás azt jelenti, tudjuk, hogy ők nem héber nyelven társalogtak, akkor Jézus sem, hanem arámi nyelven. Tehát arámiban nem Bennek nevezik, vagy Ibnnek a fiút, hanem Bárnak. Jehuda Bár Simon, például Simonnak a fia Jehuda. Tehát az azt jelenti, hogy ez a Bár Abbas, az azt jelenti, hogy Abban, az Abbas meg az apát jelenti. Az meg törökös nyelveken, de bármelyiken. Tehát az azt jelenti, hogy itt az atya fia fontos számotokra, vagy az apa fia. És ők döntöttek. Számukra az apa fia, mit jelent? Nem ragadtok a földszinten. Egyszerűen képtelenek vagytok, de nem is akartok emelkedni. Tehát ez teljesen érthető. Na most ez megint olyan, hogy most én elítélem. Miért én ítélem el? Ez a törvénye. Így hívták el. Tehát ez azt jelenti, hogy ne törődj azzal. Egyébként is azt, tehát az atya fiát, azt már csak lélekből lehet megközelíteni. Tehát nekik erre meg nincs szükség. Tehát megint olyan dolgok, most mit értetlenkedünk, és főleg miért akarunk
akár sértegetni, akár gyűlölködni, akár mit tudom én, mit sem. Miért? Semmi okunk nincs rá. Na, minden esetre ennyi akkor a három szintnek. Most remélem ezzel tudtuk követni. Nagyon érdekes, hogy a keresztúti járás, ami tulajdonképpen ez a már nagyon kemény szenvedéseknek a története. Tehát ez a passion belül is, hát egy lábmosás azért nem igazi szenved, nem olyan értelemben szenvedés, hogy nekem fáj. Az inkább egy önmegaláztatást és ezzel példamutatás. De hát az utolsó vacsora sem, és ez még mind benne van a passiónak a menetében. De a keresztúti járásban nincs benne. Tehát ott már csak ott, amikor már eleve úgy jelenik meg, hogy már iszonyú van megkínozva. És hát én az ember. Tehát mi ma így indulunk. Tehát ha én Jézushoz akarok felnőni, tehát keresztény vagyok, akkor az azt jelenti, hogy nekem itt kezdődik az életem. Én innentől tart. Na most nagyon érdekes, hogy érdekes, meggondolkoztató, hogy a keresztútjárás sem visz el a feltámadásig. Tehát ez 14 stáció, mindjárt végig vesszük, aztán utána be is fejezem. De a lényeg az, hogy a 14. stáció, én mindig gondolkoztam ezen, hogy miért. Tehát ugye tudjuk, hogy ez a katolikus szertartás rendbe tartozik bele a keresztútjárás, mint egyfaj, az alándoklásnak egyfajtája. Tehát ez a elmélyedés, a hétköznapokból való kiemelkedésnek a rítusa nem azonos, de egy bizonyos menetig azért párhuzamos a zarándoklással, ami egyéb célokat is szolgált, és egyéb, hogy mondjam, kegyességi alkalmai is vannak. Alkalmi és szertartás mozzanata is. Na, minden esetre ennek a 14. tétel, a befejező tétele, Jézust, vagy Krisztust, mert ők általában Krisztusként fogalmaznak, tehát Krisztust sírjába teszik. Lesz feltámadása. A keresztútjárásban nem szerepel. Nagyon érdekes, és ezt én pozitív jelenségnek veszem, de attól lehet ez akármilyen, tehát ez a saját véleményem, hogy ma már jobbára, akár megfogalmazzák, tehát képírásban, képekben, amelyeket majd kitesznek a stációra, stációkra, amik csak állomást jelentenek magyarul szó szerint. Tehát vagy így, vagy emlegetés formájában. Tehát, hogy megfogalmazok, már a 15-et hozzá szokták tenni. És ezt én nagyon jó néven veszem. Az ugyanis nem lehet más, csak a feltámadás. És itt van az a mondat, amit én az első résznek, tehát amit már magunk mögött hagytunk most, annak a végére is gondoltam, de tulajdonképpen a legvégére is elmegy, sőt most is elmondtam. Hogy az egész passiót, akár passió formájában élem túl, vagy élem végig, akár nagy hét formájában, akár keresztútjárásként, én ha tisztán akarom látni, hogy mi miért történik, és egyedül és kizárólag a feltámadás irányából tudom megítélni. Ha nem tudok eljutni a feltámadásig, semmit nem fogok megérteni. Ez rendkívül fontos, hogy ezt az egyet talán hát úgy várhatom is, hogy értsék meg. Nem lehet. Ha nem tudok eljutni a feltámadásig, semmit nem fogok megérteni. Igazságtalanságot fogok mondjuk számon kérni. A zsidók pedig nem voltak a saját törvények szerint igazságtalanok, pont. Nem fogom megérteni Pilátust, megalkomónak fogom tekinteni, és így tovább. Megint igazságtalanul, ha őt tényleg bevádolják, akkor a zsidók, amivel megfenyegették, hogy nem vagy a császár barátja, ez bizony neki az életébe is kerülhetett volna, mert állásában meg biztosan. Mert ez egy cím volt annak idején, a császár barátja. És ezt, ha valaki érdemtelennek bizonyult rá, hát ezt a legszigorúbban büntették. Tehát, ha őt bemószerolják, már pedig ezt egy nap alatt meg tudták volna tenni. Már a másnap őt menesztelhették volna, vagy esetleg ki is végzik. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem a megalkuvásnak itt a főszereplője, vagy hogy mondjam, a kivételezettje, hanem tehát ilyen alapon meggyűlölhető, vagy elítélt. Nem. A saját kényszer logikája szerint, hát bizony úgy cselekedett, ahogy a érdekei, még csak nem is gonosz érdekei diktálták. Tehát megint rossz úton járok, meg nem a feltámadás irányából indultam el. És amikor én bárki mást
akár azokat, akik akik elaludtak, amikor kellett volna, hogy virasszanak. Tehát ez az apostolok a Gecsemáni kertbe. Azokat elítélem, nem ítélhetem, nem tudom, mi volt a szerepük. Vagy akár mondjuk Iskári Ötes Júdást, a Júdás csók esetében. Neki nem ott volt az igazán komoly bűne. Komoly bűne, és amiért meg is érdemelte, amit kapott, az volt, hogy nem volt elég hite. Hát akkor hogy vagy te tanítvány, ha ennyi hited nem volt, hogy nem hiszed el, hogy lesz feltámadás, pedig minden jelét megadta ennek előre Jézus, hogy meg lesz. Nem hitted el, és nem hitted el, hogy ha lesz feltámadás, akkor a te legsúlyosabb bűnöd is, ahogy te halálra adtad őt, és pénzért adtad halálra, az is megbocsáttatik. Nem hitted el, öngyilkos lettél. Hát meg vagy te balandulva. Hát neked is megbocsátott volna. Neked először, mert te voltál a legsúlyosabb bűnös. Hát hogy kell? Szóval nem volt elég hited. Saját magadat végezted ki. Mindegy. Akkor menjünk tovább. Azt mondja, hogy igen. Akkor én ezt úgy gondolom, hogy most már részletezzük. Nem lesz hosszú, tehát azt hiszem, hogy meggondolandó tételekből azért talán többet nem nagyon erőltetnék bele, de van két pont, ahol nekünk magyaroknak külön kapcsolatunk van a nagy héttel.